A Kézilabda Szövetség keresett meg minket ezzel az ötlettel, hogy idehoznák a Final Four-t, vagyis a kupa döntőt. A Kosárlabda Szövetség, a Röplabda Szövetség, Vízilabda Szövetség, bárki, aki nálunk szeretne jó eseményeket rendezni, természetesen nagy szeretettel várjuk őket. Nagy megtiszteltetés egy vidék számára, hiszen szabadidősportban nagyon jó eseményeink, nagyon jó rendezvényeink vannak, sok olyan, amit az önkormányzat maga szervez, de a versenysportban ilyen jelentős, ilyen komoly esemény, különösen kézilabdában még nem volt a hegyvidéken. Vannak jó vízilabda mérkőzéseink saját csapattal, többször rendeztük az All-Star gálát, ugye az egy kosárlabda esemény, de Magyar Kupa döntőt még nem sikerült rendeznünk. Egészen parádés hangulat van, én nem tudom hányan fértek be, talán 1600-an, de az látszik, hogy teljes teltház van. És hát nagyon érdekes ez a mérkőzés, hiszen a Szeged 3 éves győzelmi sorozatot szakított meg, amikor tavaly októberben megverte a Veszprémet, úgyhogy most itt az idő, hogy visszavágjanak a veszprémiek a szegedieknek. Én egy jó mérkőzésnek szurkolok, igazából teljesen pártatlan vagyok a mai összecsapáson, azért szurkolok, hogy a hegyvidékiek egy kiemelkedő versenysport eseményt láthassanak. Egyébként egy külföldi szakportál a Veszprém-Szeged összecsapást Európában a második legfontosabb kézilabda rangadónak jelölte meg, tehát ez egy sporttörténeti esemény és egy olyan versenysport esemény, amit nem nagyon láthatunk Magyarországon. Büszkék vagyunk, hogy itt a hegyvidéken adhatunk ennek otthont.